Különböző roma szervezetek és képviselőik, illetve a rendőrség munkatársai időről időre közös programokat tartanak, melyek célja, hogy a kialakított jó kapcsolatot fenntartsák egymással. Legutóbb Bogyiszton gyűltek össze, ahol szakmai programok után kötetlen pár órát töltöttek el egymással. Azt gondolom, hogy Tolnavár megyében kiemelkedő ez a kapcsolat, példaértékű, és az országban számos helyen emlegetik azt, hogy Tolnavár megyében milyen jó kapcsolatot ápolnak a roma közösségek a rendőrséggel. A jó és stabil együttműködés hozadéka, hogy különböző konfliktusokat könnyebben meg tudnak oldani a hatóságok. Akár egy garázdaság, akár egy olyan esemény, hogy több család összevitatkozik, és ebbe bele kell szólnia a rendőröknek, akkor ha vannak közreműködők és vannak összekötők a roma közösségeken belül, akik segíteni tudják a rendőrök munkáját és jelzéssel tudnak élni feléjük, és ezzel akár egy ilyen eseményt meg tudunk akadályozni, hiszen azért látjuk, hogy az országban sajnos előfordul az, amikor családok összevesznek, és akár fegyveres konfliktusig is tud ez a veszekedés torkollani. Itt Tolnavár megyében ennek a jó közreműködésnek az eredménye az, hogy ilyen konfliktus helyzetről nem tudok beszámolni, és akár Tamási környékén, akár Paks környékén, akár a Szekszádi térségben vagy Bonyhádon is békességben tudnak egymás mellett élni a családok. Pongó Ignác is a felek közötti kiváló együttműködést emelte ki. Azt mondja, fontos, hogy a cigányok el tudják hinni azt, hogy a rendőrséggel is lehet párbeszédet folytatni. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan példaértékű szakmai és más jellegű dolgot hajtottunk végre az elmúlt időszakban, ami ezt az együttműködést tulajdonképpen ide emelte, hogy a mai nap, ami itt van, hogy rendőri vezetőkkel, akkor közveti megbízottakkal olyan rendezvényeket tudunk megcsinálni, ahol egyáltalán meg tudjuk beszélni az elmúlt időszak lényeges dolgait. A felek célja, hogy a pozitív kapcsolatot a jövőben is fenntartsák.